Kultúra rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és egy különleges kötetről és szerzőről fogunk beszélgetni, Francis Collins Isten ABC-je című kötetéről. Itt van már velünk a stúdióban dr. Szombathelyi Zsolt kutatóorvos. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a nézőket! Az Akadémia Kiadó jelentette meg ezt a könyvet nem is olyan régen, így advent előtt, karácsony előtt, például egy kiváló lehetőség, hogy Istenről és a tudományról olvassunk, és a könyv valahogy azt az üzenetet tükrözi, ha jól láttam, hogy örömhír, hogy nem kell választani Isten és a tudomány között. Mit jelent ez? Abszolút, abszolút. Engedjen meg, hogy talán egy picit távolabbról kezdjem. Felkonferálta a szerzőjét ennek a könyvnek, aki egy nagy név Amerikában, és talán világszerte is ismert. Ő a Human Genome projektnek a vezetője volt, és ebben a minőségében 2000-ben elsőként fejtette meg az emberi génállomány szerkezetét. Akkor ez egy nagyon nagy hír volt, a Clinton elnökkel együtt jelentették be ezt az amerikai Fehérházban. Nos, a szerző egy érdekes életutat járt be, mert egyfelől tényleg a tudománynak egy nagyon híres képviselője, jelenleg is az amerikai egészségintézetnek az igazgatója, és rendszeresen szerepel a médiában, vagy akár a kongresszus különböző bizottságai előtt. Tehát ő neki a tudományban elfoglalt szerepe az nem kérdés. Ugyanakkor a tudomány és a hit az viszont hosszú ideje most már, talán nem, a kezdetekben még nem, de hosszú ideje kifejezetten feszültségben áll egymással. Azok a kutatók, akik nap mint nap az anyagi világot vizsgálják, és akiknek az alapszabálya, alaptörvénye, hogy ha nincsenek adatok, akkor egyszerűen nem hiszem el, akkor az a dolog nem létezik. Az ő számukra nagyon könnyen előadódhat az a helyzet, hogy Istenről, a hitről, a különböző vallásos nézetekről ezek a fajta adatok nem érhetők el. Hát nem mondom azt, hogy szembe megy egymással a kettő, de azért nagyon sok feszültség lehet a két, nem tudom, világ, ha nevezhetjük két világ kapcsán. Abszolút, abszolút, és ez meg is jelenik a legkülönbözőbb publikációkban, megnyilatkozásokban, és valóban a tudomány képviselői közel sem lehetne azt mondani, hogy nagy túlsúlyban vannak a materialista kutatók, de azért a tudomány képviselői között jelentős személyiségek azok egyértelműen az anyagi világhoz kötik magukat, és mondják azt, hogy gyakorlatilag a hit és az Isten lét az erősen megkérdőjelezhető. Itt hoz alapvetően újat ez a könyv, persze nem először, azért hála Istennek nagyon sokan jelentkeztek már hasonló tartalommal, de azért mégis korunk egy jelentős szereplője tollából egy ilyen összefoglalás épp a hit és a tudomány összeegyeztethetőségéről, ahogy kezdte, ez egy nagyon jó hír. Na most Francis Collins miért vállalkozott arra ilyen tudományos múlttal, hogy ezt a tudományos világot és a spirituális világot valahogy összetegye, valahogy kibékítse, neki ez miért volt célja, vagy miért vállalkozik? Azért kívülről mondhatjuk azt, hogy nagy fába vágta a fejszéjét. Abszolút, de azt hiszem, hogy van egy világos ok, ez a lehetőség, hogy ez a két dolog összekapcsolható, ez őt is megdöbbentette. Ugyanis ő, és a könyv az részben egy önéletrajz is, ez a könyv, ez leírja azt a történetet, ahogy ő egy materialista világlátású, vagy az Isten tagadásba belecsúszott, nem volt vallásos neveltetése, tehát tulajdonképpen ez a dolog egyszerűen nem volt fontos az ő családjukban. Volt valamilyen homályos istenkép, de valójában, ahogy ő elkezdte tudományos karrierjét, ő egy Isten tagadó kutató lett. És ahogy aztán a pályája haladt előre, orvosi pályába fogott, eleinte inkább talán kémia, fizika, matematika volt az érdeklődési területe, de egy idő után orvosi pályába fogott, és az egyik betege kérdezte meg, hogy ő miben hisz. És akkor döbbent rá, hogy hát ha ő egy tudós ember, akkor mindazokat a dolgokat, amiket elfogad, és mindazokat, amelyeket pedig megtagad, vagy azt mondja, hogy ezek nem létezők, egy tudós ember ezeket alaposan megvizsgálja. És a vallással kapcsolatban ő ezt soha nem tette meg.
És itt következett az az életszakasza, amikor minden erővel megpróbálta a vallás tételeit cáfolni, megnézni, hogy is néznek ki ezek a tudomány szemszögéből, és gondolta, hogy ez egy könnyű új gyakorlat lesz, elvezeti őt oda, hogy a materialista világnézete a szilárd alapokon áll. Ez a kísérlet azonban kudarcba fulladt, legalábbis abból a szempontból, hogy mennél alaposabban vizsgálta ezt a kérdést, annál inkább látta, hogy a materialista világnézete áll ingatag lábakon, és egy ponton egyszerűen el kell fogadni a hit létét. De lehet a hithez ilyen úton közelíteni, hogy nem tudom, tételesen próbálja megcáfolni, nem tudom, a hit adta, nem tudom, tételeket, és akkor eljut oda, hogy hát mégis kell hinnem, mert nem tudom megcáfolni. Ez jó út, azért ez érdekes, és azért keveseknek adatik meg ez a fajta megtérés. Igen, én azt hiszem, hogy ez keveseknek adatik meg, mert talán a többség még, aki a vallásos világnézet oldalán áll, az mégiscsak valamilyen neveltetési háttérrel, családi háttérrel és a többi rendelkezik ezen a téren. Épp ez emeli ki az ő, ezt a, ennek a könyv, vagy ad különös érdekességet ennek a könyvnek, hogy ő mindjárt az első fejezet végén leszögezi, hogy az ő útja ellenkező, ő a másik oldalról jön, és ezáltal ad egy nagyon érdekes vezérfonalat mindazoknak, akik, attól tartok, egyre többen vannak, akiknek muszáj valahogy ebből az irányból közelíteni. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes út, lehetséges út, mindahogy ahogy ez is tényleg hívő ember számára ez egy nagyon meglepő dolog, hogy ő nem Jézussal kezdi például a keresztény hithez való közeledést, hanem a morális törvénnyel. Tehát az ő életében csak egy későbbi szakaszon, amikor már eljutott oda, hogy valóban léteznie kell Istennek, Istennek jónak kell lenni, és így tovább, akkor vesz észre egy óriási szakadékot saját maga, mint bűnös ember, ezt is láthatólag nagy nehézségekkel ismeri el, hogy az Isten jóságához és az Isten által megszabott mércéhez képest ő egy sokkal alacsonyabb szinten van, bűnös ember, és egy óriási szakadékot lát Isten és ő maga között. És ezt egy későbbi időszakban hidalja át Jézus belépése, aki az Isten küldötteként éppen hozzá, mint bűnös emberhez jön, hogy ezt a szakadékot áthidalja. Rendkívül érdekes megközelítés. Nem csak, hogy a két világot próbálja közelebb hozni egymáshoz a könyvében, de hogy végül is odáig jut el, hogy a két világ az egy nagyon fontos és kerek egész zár be, tehát egységben van a tudomány és a hit. Azért nagy utat járhatott be. Azt tudjuk, hogy mennyi idő alatt született meg a könyv, vagy azért gondolom, ez több év, vagy akár évtizednek a munkája. Én azt hiszem, is. Hogy ez egy évtizedes út. Meg kell, hogy mondjam, hogy pontosan így van, ahogy mondja, számomra is azt keltette fel a figyelmet. Én ismertem őt, de csak távolról. Magam is kutatásban dolgozom, és mint egy neves kutatónak ismertem a nevét. De valójában az életútjáról nem sokat tudtam. Egyszer azonban a New York-i Természettudományi Múzeumban járva láttam egy tévépanelt, ahol híres tudósok adtak ilyen egy-két perces megszólítást az arra járóknak. És ezen a tévépanelen egyszer csak megjelent Francis Collins, és egy megdöbbentő statementet tett, megdöbbentő állítást tett, nevezetesen összekapcsolta ezt a két lehetetlenséget, a tudományt és a hitet, és azt odáig jutott, hogy számára a természet rendje, például az evolúció törvényei, azok egy bizonyságtétel Isten létéről. Tehát valóban ő ezen a hosszú úton eljut oda, hogy az a tudomány, amit művel, az nem csak, hogy nem áll ellentétben, de kvázi egy bizonyítéka Isten létének. Na most erre mit mond az egyház, vagy van-e egyházi visszhangja például ennek a könyvnek? Ő tagja a Pápai Akadémiának. Nem tudom, hogy mikor került oda be, bizonyára nem a materialista világnézeti korában, hanem később, tehát ebben az értelemben biztosan örömmel üdvözölte az egyház, de tulajdonképpen azért konkrétan a visszhangokat nem tudom, hogy mi lett volna az egyház reakciója.
Kiknek szól ez a könyv, vagy mennyire olvasmányos, mennyire tudományos, megszólítja a hívőket, nem hívőket, kiknek a kezébe kerüljön ez a könyv? Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból, tehát hogy hívők vagy nem hívők, egyaránt szól mind a két oldalra. A könyvnek vannak is ilyen kiszólásai, hogyha ön hívőként olvasta végig ezeket a fejezeteket, és így tovább. Vagy ha ön egy materialista világnézetből jutott el velem idáig. Tehát mind a két oldalra egyértelműen szól. A hívők számára egy nagy megerősítés, a materialista világnézetű emberek, kutatók számára egyfajta kihívás, hogy bizony van egy végig gondolni való, mi lehet fontosabb annál, mint Isten létének a kérdése, és ezt érdemes végigkövetni, bocsánat, mint azoknak, akik hát fontosnak tartják. Szerintem így nyugodtan egy kortyot. Nézzük meg még egy kicsit a címét. Mit jelenthet az, hogy Isten ABC-jeit? Mire utalhat a szerző? Vagy nem tudom, hogy akkor a fordítás az megegyezik-e az eredeti angol címmel? Az eredeti könyv címe az Language of God. Bocsásson meg. Tehát ugye ez magyarul nehezen fordítható le, vagy akár még egy pejoratív tartalmat is lehetne ehhez kötni, tehát ezért kellett keresnünk egy másik címet. De azért nagyon találó, mert tulajdonképpen a géntérképre utal, és ebben a géntérképben az egyes betűk felelnek meg az egyes, a DNS leíró egyes vegyületeknek. Tehát ebben az értelemben Isten ABC-je az a tervrajz, ami alapján a különböző élő rendszerekben az emberek is létrejönnek. És akkor nézzünk meg most a végén egy kicsit talán személyes kérdés, hogy önnek mit jelentett ez a könyv, illetve akkor hogyan működött közre, vagy mi a pontos kötődés a könyvet illetően? Hát nézze, én magam a kutatásban dolgozom most már több mint 30 éve, és mondjuk az én elköteleződésem az elég egyértelmű volt, de azért az embert folyamatosan érik kihívások. Az emberben folyamatosan támadnak kételyek, folyamatosan merülnek föl kérdések, amikre nem feltétlenül egyszerű azonnal megtalálni egy jó választ. És ebben az értelemben olvasni egy ilyen könyvet, amit egy nálam szakmailag sokkal képzettebb ember ír, és ugyanakkor egy ilyen magabiztossággal és bizonyossággal ír erről a kérdésről és ennek a két résznek az összekapcsolhatóságáról, ez egy nagy megnyugvás, és valóban egy nagy megerősítés, hogy az ember talán jó úton jár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és köszönöm, hogy beszélgethettünk erről a különleges könyvről. További jó munkát kívánunk ennek! Köszönöm szépen!